A Magyarországi Wing Chun Szövetség Törökszent Miklósi szakosztálya immár a 5. alkalommal szervezi meg a barátság szemináriumot, amelynek, hogyha jól tudom, akkor mindig márciusi időpontot tűztek ki. Azt nem kérdezem meg, hogy miért pont március, de úgy látszik, hogy akkor ez egy töretlen hagyomány. Konkrétan mikor kerül megszervezésre? Az idén március 12-én lesz megrendezve. Hogy miért pont március, nem tudom neked megmagyarázni, de ez az 5. és eddig mindig márciusban volt, valahogy mindig így esett. Most már itt lesz Miklóson, tehát ez egy hagyomány teremtéssel indítottuk el, és ez egy hagyomány itt Miklóson, egy 12 órás kihívás elé állítjuk saját magunkat, illetőleg az edzéssel foglalkozó emberkéket, a sportolókat, meghívunk számos mestert, számos stílusból, ugye barátság szeminárium, tehát így egy összetartunk akár a törökszent miklósi karatésokkal, ugye a Pozderka szenszei vezetésével, jönnek szolnokról aikidósok, jönnek kiokosinkai karatésok, és nem utolsó sorban azért a mi szövetségünk is három mesterrel képviselteti magát, akik egy órás blokkokban fognak előadni a saját harcművészetükből. Helyileg hol lesz megtartva, és körülbelül így most elmondtad, hogy nagyon sokan lesznek, de úgy számszakilag. Mire lehet számítani? Ismételten a Almási úton levő gimnázium, a Bercsényi gimnázium ad nekünk otthont ugyanúgy, mint tavaly. Nem tudok, a visszajelzések elég vegyesek, nem tudom megmondani, hanyan leszünk. Tavaly 61 néhányan voltunk, tehát elég nagy sikerrel sikerült megrendeznünk is. Úgy gondolom, hogy ezt az idén azért túl fogjuk szárnyalni. És ennek a lényege az, hogy tulajdonképpen ez nyilvános. Tehát Így van. Bárki mehet és megnézheti, hogy hogyan Így is van. Dolgoztok. Így van, bejöhet, ha akarja és van benne, mersz, akkor ki is próbálhatja. De vele azért finomabban bántok. Persze, természetesen. Itt azért 12 óráról van szó, amit 10, tehát egy órás blokkokban 10 percet szünetekkel fogunk teljesíteni. Azért itt sem arról szól a fáma, hogy az első 5 percben verjük agyon egymást, ugye, mint egy hagyományos edzésen, azért vigyázunk egymásra, és próbálja mindenki lábon kihordani a 12 órát. De ez azt is jelenti, hogy mindenki, attól függetlenül, hogy milyen sportágat tűz most a harcművészeten belül, kipróbálja azokét, akik ide jönnek, azért barátságszeminárium lényegében. Így, ahogy mondtad, erről szól az egész. Mi is végig fogjuk csinálni azt, amit a karatésok tanítanak nekünk. Amit mi tanítunk Wing Chun-osok a karatésoknak, azt ők is végig fogják csinálni. Illetőleg ugye a szövetségünkhöz tartozik egy eszkrima kali Fülöp-szigeti botvívással foglalkozó szakosztály is, ők is képviseltetve lesznek, ugye ez mindenkinek új, helyjel közzel, és ő azt is végig csináljuk ugyanúgy. Mindenki végig csinálja a másik kis blokját. Ez miért jó nektek? Most itt konkrétan rátok Wing Chun-osokra gondolok, vagy akár a többi harcművészeti ágról is beszélhetünk, hogy belekóstoltak egy kicsit a másikba. Tulajdonképpen mindannyian ugyanarra a hegyre megyünk, én azt már számtalanszor elmondtam, ugyanarra a hegyre megyünk, csak más megközelítésből. Látjuk azt, hogy egy idő után, amit eltölt az ember a harcművészetekbe, észre fogja venni, hogy nagyon nagy különbségek nincsenek. Egész pici aprók, de az alapelvek mindenütt ugyanazok, a szabályok mindenütt ugyanazok. Miért jó? Sportbarátságok születnek. Tehát tulajdonképpen igen, ezért. És olyan van ebben a barátságszemináriumban, amikor ténylegesen össze is csaptok egymás ellen, és mindenki a sajátját használja? Nincs. Saját harcművészetét? Olyan tehát nincs. Korrekt küzdelem nincs. Nincs, ez nem erről szól. Azért egy korrekt küzdelembe az ember nem mindig bírja méricskélni az erejét, illetve a gyorsaságát, és ha valakinek elsül a keze, abból sérülés lesz, mi meg azt ugye nem akarjuk. Ez edzés, ez arról szól, hogy örülünk, hogy együtt vagyunk, örülünk, hogy tanulhatunk egymástól, örülünk egymásnak. Nem lesznek ilyenek. Tapasztalatok alapján 12 óra mennyire hosszú? Nagyon. Nagyon. Hogy készültök fel rá, vagy fel tudtok rá készülni valahol? A normális edzésben van az ember. Tehát ha azért az a heti 2-3 edzése megvan, akkor végigvihető. Van egy holdpont úgy dél környékén, de azon, ha átesik az ember, onnantól kezdve ismételten teljesíthető az egész. Egyébként mi már teljesítettünk 24 órás edzéseket is,
és ahhoz képest pont a fele, de egyébként hosszú. 24 órás edzés az hol volt? Ez Szolnokon volt, én meg nem tudom mondani, már 11 néhány éve körülbelül utoljára, és az kezdődött reggel 8-kor, és vége lett másnap reggel 8-kor. És konkrétan, aki bemegy csak úgy az utcáról, mert most hallotta, látta, kíváncsi rá, ő ott mit fog látni? Tehát ő ott azért valamennyire mondjuk kedvet is csináltok neki? Próbálunk, 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 de hát ugye én mindig azt mondom, elnézést, tehát hogyha valaki csak nézi, úgy nem fog kedvet kapni semmire. Meg kell érezni, hogy milyen ez belülről, milyen ezt csinálni, mik tartoznak hozzá. Igen, elképzelhető, hogy kedvet kap. Szoktak érdeklődni? Hát magán így ezen a szemináriumon annyira nem jellemző, de egyébként vannak érdeklődők mindig. Most mennyien vagytok konkrétan a szakosztályban? Lövésem sincs, 25-26 környékén vagyunk. Hogy utána mire készülünk, beszéljünk erről is. Ez egy nagyon jó felkészülés lesz azoknak a versenyzőknek, akik április 9-én a szakszövetség első fordulóján fogják magukat megmérettetni. Ugyanis a 12 órát azért végig mozogni, végig pörögni eléggé felkészíti az embert arra, ami fent a ringbe, illetve a páston várhat rá. Tehát akkor versenyek azok lesznek ezt követően? Így van, így van, így van. Április 9-én az első, ugye jellemzően az a tavaszi forduló, utána lesz az őszi forduló, illetőleg lesz a kettőnek a mérlege alapján a döntő, illetőleg lesz még egy ebbe az évbe mezőtúron szokott megrendezésre kerülni a Wing Chun magyar bajnokság volt eddig, de most már nemzetközi bajnokságot is mondhatunk, hiszen román, illetve szerb biából is voltak résztvevők, tehát így már szinte teljességgel nemzetközi, és ott zárul le majd az idei versenyév. Amit az idei versenyévről még tudni kell, ez a jövő évi Európa-bajnoki fordulónak a kvalifikációs éve. Tehát aki ott az első háromba végez, az kvalifikálja magát az Európa-bajnokságra. Tudom, nem szokták szeretni, mert ez jóslás, esélyek. Hogyan indultak neki, szerinted most? Tavaly, ha jól emlékszem, 18-19 érmet szedtünk össze. Ugye ebből jellemzően, ha most hirtelen belegondolok, 11 néhány aranyérem volt. Ebből volt 4-5 bajnoki érem is. Most sokkal több versenyzővel indulunk. Tehát azért egy 5-6 fővel bővült a versenyzői létszámom, munk. És úgy gondolom, hogy ezt teljesíteni tudjuk, illetőleg nagyon szeretnénk azt elérni, hogy minél több ember, hogy is mondjam, kvalifikálja magát az EB-re kintre. Most majd márciusban valaki kedvet kap, mert véletlenül besétál a gimnáziumba, és megnéz benneteket, vagy egyébként is érdeklődik a harcművészetek iránt, hol talál meg benneteket, és csatlakozni szeretne hozzátok, azt megteheti-e bármikor? Természetesen állandó tagfelvételünk van itt Örökszent Miklóson a katolikus általános iskolába, a Petőfi út 52/B, ha jól emlékszem a címe, az lehet minket kedden és pénteken 18 órától megtalálni, illetőleg pénteken 19 óra 30-tól szeretnénk elindítani a női önvédelmet is, ami kizárólag 30 pluszos hölgyeknek, akik nem akarnak edzésre járni, de viszont szeretnének valamit az önvédelemről megtanulni a világunkba, hogy tudják magukat megvédeni. Ezt a csoportot is szeretnénk elindítani. De hogyha most oda az edzésre besétál egy 30 pluszos hölgy, hogy ő szeretne, akkor ott el tudod neki mondani, hogy mi volt. Persze, természetesen, illetőleg edzésen is ott maradhat. Azért mondtam ezt, hogy 30 plusz, én nem akarok senkit sem megbántani. Viszont jellemző az, hogy ez a korosztály nem biztos, hogy fogja szeretni azt, hogy a gyerekekkel együtt edzeni. És ő nekik általában teljesen más igényeik vannak. Úgy, tehát így egy női önvédelmi csoporttal már jobban rájuk van szabva az egész edzés. Akkor csak ők vannak, nincsen versenyfelkészítés, nem kell formákat tanulni, csak egy letisztult rendszer van. Az önvédelem a te fejedből pattant ki, vagy volt ez irányú megkeresés? Ez a saját agyszüleményem, így ahogy van az egész, és úgy gondolom, hogy a szakmai hátterét meg az elmúlt 22 évem szolgáltatja. És akkor így a beszélgetés végén mondjuk el még egyszer, tehát a tévénézőknek és azoknak, akiknek reméljük felkeltettük a kíváncsiságát, mikor lesz az 5. barátságszeminárium, és hol, mikortól lehet betekintést nyerni a harcművészetek világába?
2016. március 12-én reggel 8 órakor fogunk kezdeni itt a Bercsényi Miklós Gimnázium tornatermében. Tulajdonképpen már az első óra, a bemelegítés után az első óra is hozhat izgalmakat, és utána folyamatosan este 8-ig minket ott meg lehet találni.